Végül most kimostuk az egész, hát a motort, meg a hűtőt is elkezdtük, de aztán végül levettük azt a régi hűtőt, amit ugye a fekete E36-ból szedtünk, illetve tettünk át, ami ez, mert hát mint kiderült, kifagyott, valamint szétfagyott. A belfagyott víz az itt alul valahol elrepesztette, és folyamatosan folyt. Úgyhogy ez sajnos kuka. Viszont rendeltünk egy újat, ami most fog majd megérkezni. Jó, az óra az rosszul jár. Na mindegy, 4:45-re mondták, hogy ott lesz a várdiba, úgyhogy megyek érte. És akkor azzal meg lesz oldva. Egyébként már tényleg teljesen hát átlátszó víz folyt ki konkrétan legutolsó öblítésre a motorból. Ami jó jel, nincs már ecetszaga se semmi. Úgyhogy fasz a vár az új hűtőre a kis gépezet. Lényegében a végén mutatom, mindjárt leszárunk. Aha. Szanke. Na, szóval mutatom. A végén már úgy mostam ki ezt az egész rendszert, hogy forróvizes csapos dologgal, mert egyszerűen lemostam, illetve kiöblítettem 5-ször az egészet, és még mindig nagyon durván ecetszaga volt. Úgyhogy nem akartam tovább szórakozni ezzel a külön betöltöm, felmelegítem, járatom, aztán megint kinyomatom dolgot. Úgyhogy annyi lett az egész, hogy egyszer ide beletettem a slagot, forróvizes slagot, és a másik oldalt meg nyomattam ki, illetve hát nyomta ki saját magából a vizet. Aztán megcsináltam fordítva is ugyanezt, nyilván nem járó motorral, mert elvileg egyébként, hogyha én úgy tudom, hogyha a termosztát az kinyit, akkor igazából csak ez az egy cső, és a hűtőn menne keresztül, de ugye mivel most nem volt benne már a hűtő, ezért így külön a motor lett átmosva csak. Hát az új hűtő az meg nyilván full tiszta. Úgyhogy elméletileg így fasza lesz, de hát figyeljetek, jöhetnek a negatív kommentek is, ha valamit szerintetek elbasztunk. Aztán majd, hát max tanuló pénz lett, hogyha ebből valami gáz lesz a motornak. De hát elvileg, amiket olvastunk, ez így szabályos. Van, aki trisóval csinálja, van, aki a belevaló öblítővel, amiben egyébként ugyanezek az összetevők vannak kb. Vagy vízlágyítóval, vagy mi az, vízkőoldóval, nem vízlágyítóval, az is volt itthon, csak azt nem akartam valahogy, az mondjuk most nem is tudom hol van, mindegy, azt nem akartam beletenni. Na, szóval megyünk bárdiba, illetve megyek, most csak egyedül vagyok, aztán teszem be az új hűtőt, és reméljük, hogy jó lesz. Kicsomagoltuk az új hűtőt. Íme. Egy kicsit máshogy van a bordázata. Így simába. Nem pedig, hogy a másiknál volt ilyen csavart. És ilyen szintezett volt. Hát ez mondjuk kicsit sérülékenyebb, de arányból van. Csillog, villog, meg minden. Hát reméljük jó lesz. Közben, aki belevág egy ilyen hűtőcserébe, az, amik itt vannak, ilyen tömítők, nekem ez volt benne itt, mert ugye alapból az érzékelő megy ide, a másik, hogy volt egy ilyen sima kupak, ide megy a másik érzékelő, ez. Na, ezeket a kis tömítő gumikat mindenképpen tegyétek át, mert különben folyni fog. Az fix. Mert az előzőnél ezt nem tettük be, és ott folyt is, de hát sajnos itt is folyt, orba szájba. A másik egyébként, hogy bárdiéknál nem tudom, hogy van, de ugye 2 napja hívtam őket, hogy kell egy hűtő, de csak érdeklődésképpen. Aztán azt mondták, hogy van 3 fajta, az egyik 44, a másik 28, a harmadik az azt hiszem 23 000 volt. Ma meg felhívtam őket, hogy jó, akkor tuti, hogy kell. megnézték újra alvásszám alapján, stb. És most meg azt mondták, hogy csak ez az egyfajta van. Na most ezt abszolút nem értem, na mindegy. Ez alapból 33 000 volt, azt hiszem. Jó, abban elég jelentős kedvezmény lejött, de alapból 33 000 volt ez a aranycsoda. Most ezeket ráteszem az érzékelőket, és akkor bemegy, és kész. Tesztüzem. Először átfutottam desztillált vízzel, hogy biztosan jó-e, hogy nem elezte sehol. Hogyha jó, akkor töltöm bele a csodavadi új zöld fagyállót, ami vasblokkba való, mint már megtudtuk. Na, betettem egy érzékelőt. Ezt hát így sikerült betenni. Tömítőanyag hiány, sajnos sziloplasztozni kellett. Lehet, hogy egy kicsit tré, meg elég gázul is néz ki, mit nem mondjak, de legalább biztos, hogy nem fog csöpögni. A másik probléma az ez. Ez a gumi, mert ez nem volt a másik helyen, ami ugye ide való. Na hát ez is egy kicsit érdekes megoldás lesz, de szerintem sokan így, ahogy van, betennék, azt szarnának bele, hogy majd itt szépen mozogni fog bent kicsit a hűtő. Sá, jó van, az úgy meg van oldva. Hát kicsit ez is barkácsmód lesz, mert csináltam egy ilyet. Ez konkrétan ami itt volt gyárilag, annak a kupakja. És hát ez lesz most itt a helyén. Körülbelül valahogy. Így. Azt itt mindjárt elkenem, és akkor az is kész. És mehet, most már tényleg mehet bele. Na, nem van a hűtő. Átjártam még egy utolsót, egy desztilláltvizes okossággal. És most ez lesz az útcsó, már kilazítottam a csavart. Az útcsó víztömeg, amit szupi, ez már nem egyszerű, vagy már semmi. Kíváncsi vagyok, milyen lesz. Ez elég tisztának tűnik. Hát ez már, ez semmi. Jó, egy kis kosz még ott azért. De ez már minimális. És kész. Minden szuper. Nem csöpög, nem folyik. Nem tudom, mennyire látszik. Egyáltalán. Most már nem megy a motor, de átjárattam. Tele van, minden szuper. Úgy elhúztam, hogy meg se tudom mutatni. Na. Zsír. Hát még nem is látszik annyira. De mindegy. Faszán kész. Hát egy jó 3 napot elszórakoztunk vele. De mindegy. Királyság.